Az elmúlt héten Bagó Tiborral beszélgettünk a Dynamic Holiday gyermektábor kapcsán, hiszen az ifjú sportember szeretné ezen a területen is kamatoztatni korábbi tapasztalatait. Természetesen azért kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi a helyzet a birkózással, illetve az aktív sporttal. Én ideiglenesen most hazajöttem Kalocsára, és itt próbálok edzegetni, ugye nem nagyon lehetett birkózni se ebbe az időbe, úgyhogy most itt mindenféle erősítő módszert, meg erőállóképesség fejlesztési gyakorlatokat otthon csináltam. Hát sajnos a tavalyi évben volt egy bordarepedésem, meg kiderült, hogy van két sérvem, de nem tántorított el, és most például, hogyha idén meg lesz tartva egy strandbirkózó világbajnokság Romániába, akkor oda készülök most, hogy oda ki tudjak jutni. És mint megtudtuk, távolabbi tervei is vannak a számos hazai és nemzetközi sikert elért birkózónak. A 24-es olimpia, de hát az még későbbi távlatban van, meg nagyon sokat kell rákészülni. A jelen pillanatban fennálló egészségügyi problémák egyelőre nem zavarják Bagó Tibor hosszú távú felkészülését, mindent megtesz, hogy mielőbb felépülhessen, és újra szőnyegre léphessen. Folyamatosan gyógytornáztatom, miközben edzek normálisan. Hát majd kiderül, hogy mennyire tudom így vinni, de egyelőre bizakodó vagyok minden tekintetben, mind a sportom, mind a tábor tekintetében is, úgyhogy remélem, hogy összejönnek a céljaim, álmaim. Egy biztos, a nyáron még találkozunk, hiszen stábunkkal mindenképpen meglessük majd a nyári tábor mindennapjait és ígéretes kalandjait.